Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jala Jászmin Grész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. 20 éves a dombóvári óvoda, 2 évtizede vette fenntartásába az intézményt a Református Egyház. A megújuló energiatermelés buktatói, megéri napenergiába fektetni? Idősek napja Kétyen, a szépkorúakat köszöntötték. Lecsó fesztivált rendeztek Dombóváron, hivatalosan is a Dőri nevet viseli az esemény. Húsz éves a dombóvári Margaréta református óvoda. Ez alkalommal 20 díszfát ültettek el a helyi református templom udvarán, és hálaadó Isten tiszteletre is sor került. A legkisebbek műsorával vette kezdetét a Dombóvári Margaréta Református Óvoda 20 éves jubileumi ünnepsége. Az intézmény jelenleg teljes létszámmal működik, 125 gyereket fogad 5 csoportban. Somogy, Tolna és Baranya vármegyéből is járnak ide kicsik, mondja az igazgató. Az egész életünket, a mindennapjainkat átfedi a hitéleti nevelés. Minden reggelünket egy reggeli csendes áhítatos körrel kezdünk, ahol erkölcsi nevelésű, tanítású és bibliai történetekkel ismerkedünk. A gyermekek, majd minden étkezést a nap folyamán és végét is asztali áldással kezdünk és zárunk. Heti rendszerességgel egy alkalommal a Dombóvári Református Lelkész Sípus előtt Zoltán tartja gyermekeknek a hittan foglalkozást, valamint évente 2-szer templomi szolgálatot adnak csoportonként a gyermekek a templomba, vasárnap istentiszteleten. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Ő elmondta, hogy az ember életében talán az egyik legmeghatározóbb időszaka az óvodáskor, hiszen az alapvető szocializációs folyamatokat ekkor tanuljuk meg. 20 éve most már református, ez a 49 óta óvodakép működő intézmény, és a tavalyi felújítás után, amit közösen adhattunk át, 2 évvel ezelőtt pedig a református templomnak a felújítása készült el. Tavaly elkészült egyébként az evangélikus templom is, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy itt Dombóváron egy kis protestáns sziget alakult ki, és örülünk annak, hogy az egyházak erősödnek. Hozzátette, örömteli, hogy az egyházak egyre nagyobb szerepet vállalnak az oktatási nevelési feladatokban. Az ünnepség zárásaként elültettek 20 díszfát, 10 növény a gyerekek gondozásába került, 9 elültetésénél pedig az esemény vendégei végezték el az utolsó simításokat. Csaknem 2000 járművezetővel szemben indult eljárás menet közben kézben tartott mobiltelefon használata miatt a Focus on the Road, vagyis az utat figyeld elnevezésű akció keretében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Október 9-e és október 15-e között elsősorban a menet közbeni telefonhasználatot ellenőrizték az egyenruhások hazánkban. Hozzátették, nagy hangsúlyt kapott a személy- és vagyonbiztonságot figyelem elvonásával veszélyeztető egyéb cselekmények felderítése is. Ilyen például, amikor a jármű vezetője menet közben elektronikai eszközt működtet, azon képi vagy szöveges adatot megtekint. Az ORFK adatai szerint az akció ideje alatt a rendőrök közel 52 000 járművezetőt ellenőriztek. Menet közben kézben tartott mobil használat miatt mintegy 2000 esetben, további 27 alkalommal más kommunikációs eszköz használata vagy figyelmet elvonó tevékenység miatt jártak el az egyenruhások, ismertették. A megújuló energiatermelés buktatói címmel szervezett szakmai programot a Matthias Corvinus Kollégium szekszárdi képzési központja. Az eseményen Zay Balázs, a Klímapolitikai Intézet kutatója tartott előadást. A program fő témája a napelemek és a napenergia helyzete volt. Zay Balázs, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének kutatója tartott előadást az intézményben Szekszárdon. A szakember a megújuló energiák, a napenergia technikai akadályairól beszélt.
Európa azt tűzte ki célul, hogy 2050-re klímasemleges lesz. Ezek, van olyan ország, Németország, aki azt tűzte ki célul, hogy tisztán megújuló energiával lesz klímasemleges, aminek még a technikai feltételei nem adottak, viszont nekünk is nagy kihívás jelent az, hogy ezt a célunkat elérjük, amiben a megújulók megkerülhetetlenek, viszont erre fel kell készülni. A Nemzeti Energia és Klímaterv legfontosabb célkitűzése az energiaszuverenitás és az energiabiztonság megerősítése, a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása, valamint a dekarbonizáció. A terv szerint Magyarország 2050-re bruttó klímasemleges lesz. Az ország a kibocsátást más technológiákkal és faültetéssel fogja semlegesíteni. A napelemek és a napenergia terjedése hazánkban túlzó volt, mondta a kutató. Ez egy nagyon felfutó ágba volt, most van egy kis megtorpanás azzal, hogy a szabályrendszer változik, de jó úton haladunk. Igazából a eddigi felfutás az túlzó volt, amire az ország nem volt felkészülve. Itt gondolok különösen az energiatárolási lehetőségekre, illetve a hálózatfejlesztésre. A szakember szerint a teljes klímasemlegesség elérése 2050-nél is távolabbra tehető. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai október 16-a és 20-a között az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Ellenőrzésekre Bölcskén, Simontornyán, Szekszárdon, Bonyhád-Varasdon és Pakson kell számítani. Kétyen is sor került az immár hagyománnyá vált idősek napjára. A faluban nem ez volt az első ilyen alkalom. Közel 3 évtizede minden évben megrendezésre kerül a szépkorúak megünneplése. Az ott megjelenők száma és hangulata alapján idén is nagy sikert aratott a község színvonalas rendezvénye. Nagy meglepetésben lehetett része a kéti művelődési házba belépő nyugdíjasoknak csütörtökön a déli órákban. Az odalátogatókat polgármesteri köszöntő, közös ebéd és zenei előadás is várta. A hangulatra tehát nem lehetett semmiféle panasz, és az asztaloknál is felhőtlenül jókedvű résztvevőket láthattunk. Gödrei Zoltán, a község polgármestere kiemelte, idős polgáraikra mindig szeretettel gondolnak, és a falu önkormányzata is igyekszik mindenben a segítségükre lenni. Mindenféle szolgáltatást megpróbálunk megtartani, amit lehet, illetve az ő igényeiket szeretnénk kielégíteni, amennyire tudjuk. Hát nagyon sok olyan dolog, mint például ugye a fiókgyógyszertár, vagy a bankfiók, ezek sajnos megszűntek, de ezt nem az önkormányzat generálta, hanem ez csak így jött magától, de ezen kívül megpróbáljuk nekik mindent megtartani, amit meg tudunk. Most véleményem szerint egy nagyon nagy célunk fog teljesülni, úgy néz ki, hogy sikerül megtartani a postát, ami szerintem az időseknek egy nagyon nagy segítség lesz. Az ünnepeltek pedig megjegyezték, hálásak a szervezőknek, hiszen nem mindenhol van lehetőség ilyen programokra, Kétyen pedig mindig gondolnak az ő generációjukra, és nem hagyják, hogy unatkozzanak. Ez nagyon jó, mert közelben így színház, vagy ha el tud menni az ember, nem tud hazajönni a busz miatt, mert akkor a vége van már, nincs vége a színháznak, és akkor a busz eljön. Ezzel az ünnepséggel a falu életében nem értek véget a közösségépítő összejövetelek. Az önkormányzat a jövőben még számos meglepetéssel készül a lakosok számára, kortól függetlenül. A szállodák lehetnek az őszi hosszú hétvége nyertesei. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint a lefoglalt vendégészakák 65%-a hotelekbe szól az október 20-23-a közötti hosszú hétvégére, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Kiemelték, a belföldi vendégek közel 3/4, míg a külföldi turisták valamivel több mint fele száll majd meg szállodákban. Ismertetik, hogy a 4 csillagos hotelekben lesz a legtöbb vendég. Eddig közel 350 000 foglalás érkezett a magyar szálláshelyekre, amely 7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Az október 23-ai hosszú hétvégére 324 000 vendégészaka foglalás érkezett eddig a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba. Ez 7%-kal jobb a tavalyi előfoglalási számoknál.
A lefoglalt éjszakák mintegy kétharmada, 63%-a belföldi vendégektől származik, és 62%-a vidéki szálláshelyekre szól, részletezték. Lecsó fesztivált rendeztek Dombóváron. Ez alkalommal a névadó család egy szerződést is aláírta a város polgármesterével, miszerint mostantól már hivatalosan is Dőri Lecsó Fesztivál a neve a rendezvénynek. Az időjárás sem riasztotta vissza azt a 14 csapatot, amelyek részt vettek az idei Dőri Lecsó Fesztiválon Dombóváron. Egyesületek, szervezetek mérették meg tudásukat. Mindezelőtt pedig egy szerződés is megkötetett a fesztiválnak már évek óta nevet adó Dőri család és Dombóvár város részéről. Jelen voltak az 1912-ben Dombóváról létesült konzervgyár igazgatói elnökének a leszármazottjai is. Számunkra ez egy nagy megtiszteltetés a családnak, hogy itt őrzik és ápolják az emlékét, úgyhogy ennyi, és nagyon örülünk neki, igyekszünk majd minden alkalommal eljönni és részt venni rajta. Nagyon szépen köszönjük, hálásan, és hát ez inkább az ősöknek elismerés, gondolom. Remélem, hogy rendes emberek voltak. Egyiket se ismerem, úgyhogy nem tudom, képen láttam őket, de remélem, hogy rendes emberek volt. Mint minden fesztivál, ez is összefogással valósulhatott meg. Elsősorban a vállalkozó egyesület állt oda, akik ezt a rendezvényt most már évről évre megtartják, illetve anyagi támogatást is nyújtanak. Ezen túlmenően néhány vállalkozó is segít ebbe, és ami nagyon fontos, hogy a civil tanács és a sporttanács is aktívan közreműködik, hiszen a mozgósításban ők vesznek részt. Nyilván ilyenkor baráti társaságok jönnek össze, sajnos az időjárás nem fogadott kegyeiben minket, hiszen előzetesen 29 csapat jelezte a részvételét, ez a szám ma felére fogyott, de hát nagyon remélem, hogy akik itt vannak, nagyon jól fogják magukat érezni. Többek között a dombóvári székelykör tagjai is részt vettek a gasztronómiai eseményen. Ugye ennek olyan titka van, hogy ahogy sikerül, mert egyébként a székelyeknél a lecsó az inkább az zakuszka a menő, azt tudjátok, hogy nagyon sok helyen csinálják a jó zakuszkát. Ez most azért lesz székely lecsó, mert székelyek főzik, de semmi extra nincs benne. Füstölt szalonna, hagyma, füstölt kolbász, paprika, jó minőségű paprika, paradicsom, és ízesítve finoman. A zsűri az elkészült lecsó ízét, színét és a terítést is értékelte. Regionális híreink következnek. Tiltakozik a polgári oldal, a pécsi ingatlan vagyon teszi pénzé a baloldal. Nagy feszültség okozott halált Szentlőrincen, a vádottak gondatlansága vezetett a tragédiához a vádirat szerint. Sikeres az ország és település fásítási program, 36 ezer fát ültettek el, mondta az államtitkár Balatonlellém. Roham tempóban árusítja ki a város ingatlan vagyonát a pécsi baloldal az ellenzék szerint. Péterfi Attila és a pécsi baloldal a pazarlás elfedésének céljával látott neki a városi ingatlan vagyon kiárusításához az elmúlt időszakban, mondja Barkóczi Csaba, a Fidesz pécsi közgyűlési képviselője. Péterfi Attila és a pécsi baloldal a pazarlás elfedésének céljával roham tempóban látott neki a városi ingatlan vagyon kiárusításához az elmúlt időszakban. Számtalan önkormányzati tulajdonú cégnél ugyanis éves szinten milliós tételben emelték meg Péterfiék a menedzsment fizetését, és emellett több 10 millió forintnyi jutalmat osztanak szét minden évben. Azonban az e fajta erőnfelüli költekezés fedezetének előteremtése komoly kihívást jelent számukra, mondja a Fidesz önkormányzati képviselője. Szükségük van a bevételek generálására. Ennek következtében ezek a gyorsan és áron alul meghirdetett ingatlanok így próbálják biztosítani, hogy minél hamarabb új gazdára lelhessenek, ezzel viszont komoly kárt okoznak a városnak, és nem csak azért, mert a piaci értékének nem megfelelően kerülnek eladásra ezek az értékes telkek és épületek, hanem azért is, mert így a városnak az össz ingatlan vagyona, a város kezelésében lévő ingatlan vagyon csökken jelentősen, amit később nagyon-nagyon nehéz lesz visszaszerezni. Barkóczi Csaba szerint az ingatlan eladásokból a pécsiek nem éreznek semmit. A pénz továbbra is a baloldalhoz köthető embereket gazdagítja. Élen jár a pazarlásban a pécsi vagyonhasznosító ZRT is, ahol tavaly 41 millió forint jutalmat osztottak szét a 8 fős menedzsment tagjai között. Luxus körülmények között emelnek béreket, tehát több százezer forintos havi béremelésekről beszélünk ennél a cégnél. Az elmúlt 2019 óta eltelt időszakot számításba véve vezetői, tehát csak vezetői szinten, és
maga az a jutalmazási rendszer, ami az évvégi jutalmakat illeti, ami mondom, csak az elmúlt évben 41 millió forintot tett ki, de ez minden évben így van egyébként, tehát minden évben több 10 millió forint jutalmat osztanak ki, tehát ez 2019 óta 100 milliót is jelentősen meghaladó tétel. A politikus azt mondja, ha bizalmat kapnak a pécsiektől 2024-ben, akkor megalkotják az üvegzsebrendeletet, amivel megakadályozzák a visszaéléseket és a felelőtlen gazdálkodást. Valamint minden egyes ingatlan eladást ki fognak vizsgálni, mondta a pécsi önkormányzati képviselő. Vádat emelt a szigetvári járási ügyészség két férfival szemben, akik a vasúti rakodás során nem gondoskodtak a biztonságos munkavégzés feltételeiről. Ezzel gondatlanságból közvetlen veszélynek tették ki a rakodást végző munkás életét, aki áramütés következtében meghalt. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozta az elsőrendű vádlottra. Vezetékek a sínek felett ezen a korábbi pécsi felvételen. A nagy feszültség okozott tragédiát a Szentlőrinci állomáson egy rakodáson. Az ügyészség most emelt vádat az ügyben. Az egyik vádlott ügyvezetője, a másik vádlott és a sértett alkalmazottja volt annak a gazdasági társaságnak, amely 2021. április 20-án a Szentlőrinci vasútállomáson rakodási munkálatokat végzett. Ezt a tevékenységet úgy végezték, hogy egy rakodógép segítségével a vágányon álló vagonokba felülről juttatták be az ömlesztett terményt. Az ügyvezető vádlott a másik vádlottat bízta meg a gépkezelői feladatok ellátásával, a sértettet pedig segítő rendelte mellé. Az ügyvezető nem jelent meg a rakodás helyszínén, és munkavédelmi oktatás sem tartott a munkatársainak. A gépkezeléssel megbízott vádlott a rakodás előtt átvette a rakodási engedélyt, amiben szerepelt az, hogy a 8-as számú vágány feletti felső vezeték nincs feszültségmentesítve. Továbbá, hogy a nagy feszültség alatt álló berendezéseket tilos 3,2 méternél jobban megközelíteni. A vádlott nem olvasta el a rakodási engedélyt, így nem szerzett tudomást arról, hogy nem történt feszültségmentesítés. A rakodás során elérkeztek az utolsó vagonhoz, ami már a nagy feszültségű vezeték alatt állt. A sértett felmászott a vagonba, hogy felülről irányítsa a szállító szalag csőrét, amikor a vezeték áthúzott rá, lángra kapott a sértett ruházata, és súlyos égési sérüléseket szenvedett az egész testén, amelyek következtében 3 nap múlva elhunyt. Az ügyvezető és a másik vádlott, a gépkezelői feladatokat ellátó vádlott is megszegték a munkára vonatkozó biztonsági előírásokat, illetve a munkavédelmi előírásokat. A vádlottak foglalkozási szabályszegése és a sértett halála között ok-okozati összefüggés áll fenn a vádirat szerint. A szigetvári járási ügyészség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja a két férfit, akiknek büntetőjogi felelősségéről a szigetvári járásbíróság fog dönteni. A megvádolt ügyvezető esetében letöltendő szabadságvesztést indítványoz a vádiratban az ügyészség, míg a megvádolt gépkezelő esetében felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérik. A vádhatóság a büntetés mértékére is javaslatot tett. Az ügyvezető esetében 1 év 6 hónap börtönbüntetést, a gépkezelő esetében 1 év szabadságvesztést javasoltnak, 2 év próbaidőre felfüggesztve. Sikeres az ország és település fásítási program, mondta Feldman Zsolt Balaton Lellén. Az Agrártárca államtitkára hangsúlyozta, az elmúlt 3 évben 1,5 milliárd forint értékben 36 ezer fát ültettek el 1350 településen. A mostani 3. ütemben is már 450 önkormányzat jelentkezett a fásítási programra. A vizet csak a legvégén a tányérba fogjuk. Egy személyes ültetni. Taposási. Igen, picit jobb lett volna a tágabb dögödő. Eperfákat ültettek a Balatonlellei Rózsa Parkba. 30 fa elültetésére nyertek támogatást a kormány által kiírt pályázaton. Nagy segítség volt, mert korábban csak saját erőből tudtuk megoldani, ami azt jelenti, hogy éves szinten, mert azért egy 20-30 darab fát minden évben elültettünk pótlásként, vagy akár új ültetésként. De ahol itt állunk ebben a Rózsa Parkban is, hogy az idejében készült el pályázatból ez a csodálatos park is. Itt túlnyomó többségében rózsák kerültek elültetésre, de itt is több mint 10 darab csemetafa is elültetésre került a projekt keretében. A pályázatra jelentkező önkormányzatok többféle túlnyomó részt őshonos fafajok közül válogathattak.
Összesen 13 féle fafajt kínál a KEFAK Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT, melyek között vannak mind őshonos, mind idegenhonos fafajok. Nyilván az alapján döntik el az illetékes települések, hogy milyen termőhelyre, milyen talaj- és vízviszonyok közé szeretnék azokat a fákat elültetni, hisz minden fának megvan az egyedi igénye. Minden fafajnak megvan az egyedi igénye. A településfásítási program szimbolikus is, hiszen egyrészt a felelősségérzetet is szimbolizálja, amely mindannyiunkat kell, hogy hajtson, másrészt ez a felelősség felértékelődött, fogalmazott Feldman Zsolt, az Agrártárca államtitkára. Nagyon büszkék vagyunk ezekre az önkormányzatokra, hiszen az volt a célunk a településfásítási programmal, hogy egyfajta szövetséget kössünk a kormányzat, a települések, a civilek, mindazok között, akik szeretnék egy kicsit élhetőbbé tenni a környezetüket. A településfásítási program pont erről szól 2020 óta, hogy ezt a szövetséget erősítsük, és pont az idei esztendőben már ott tartunk, hogy végén 1500 település vett részt a programban, és több mint 46 ezer fát ültettünk el ez alatt az évek alatt. Sok-sok helyen, sok játszóteret, parkot szebbé téve, árnyékosabbá téve, élhetőbbé téve a mostaniaknak és a következő generációknak is. Az államtitkár hozzátette, a fák, az erdők és a fás életközösségek egy teljes ökoszisztémát képviselnek, és ezekre a településeket is körbevevő ökoszisztémák védelmére kell fókuszálni, a gyerekektől az idősekig egyaránt. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszer röviden. 20 éves a dombóvári óvoda, 2 évtizede vette fenntartásába az intézményt a Református Egyház. A megújuló energiatermelés buktatói, megéri napenergiába fektetni? Idősek napja Kétyen, a szépkorúakat köszöntötték. Lecsó fesztivált rendeztek Dombóváron, hivatalosan is a Dőri nevet viseli az esemény. Pénteken változóan felhős napos idő várható, szorványos záporesőre kora reggel a keleti megyékben kell számítani, míg a nappali időszak előre láthatólag többségében esőmentesen telik. Éjszaka is erős lökésekkel kísért dél-délnyugati szél fog fújni. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!